És hello, sziasztok, én Stefan vagyok, és itt lennék egy újabb videóval, amiben a következő terméket fogom nektek bemutatni. Doboz, sima, kicsúsztatós dolog, benne egy kapszulának kinéző dologgal, illetve egy becsomagolt kis műanyag dobozban. Először nézzük meg a dobozt, ami jelen esetben nálam már üres, hiszen már ezt a terméket használom egy ideje, mert véleményt úgy nem lehet mondani, hogy előtte nem használtam. Kábelek voltak benne egyébként, meg benne volt még ezen kívül a fülharangok, korongok, nem tudom, hogy nevezik. Itt van a kis kapszula, hihetetlenül pici egyébként. Blitzwall felirattal. Kinyitása nagyon egyszerű. Kettőt szétszedett, hó. És a mágnes húzza egyébként itt vissza. Benne a két fülhallgató, ami most jelenleg le van merülve. Király. Lényeg pirosan világít, mikor benne van. Ha feltöltött, akkor nem világít. Ha kihúzod, akkor kéken világít. De most nektek bekapcsolom, mert még bekapcsolom, ilyenkor bekapcsol. Ilyenkor keresi egyébként a Bluetooth-on, hogy kire lehet csatlakozni. A terméket egyébként úgy tudjátok egyszerre, vagyis az első használatnál megismertetni a telefonotokkal, hogy egyszerre veszitek ki a kettőt, és a BV FI, vagy valami hasonló Bluetooth-os neve van, R betűsre csatlakoztok, tehát a jobb oldalira. Hiszen a jobb oldali a felelős mindenért, a bal az a jobbra csatlakozik, és a jobb a telefonodra. Tehát a jobb adja át a hangot a balnak, hiszen így kapcsolódnak össze. Töltése nagyon egyszerű. Hátul van egy kis mini USB port. Ott látszik is. Bedugjátok, és töltitek. Hangzásra nem rossz annyira. Tehát tényleg árához képest teljesen jó. Viszont egy dolog nem jó benne. Egyetlen egy. Mégpedig az az ideje. Körülbelül olyan 2-3 órát bír ki a két fülhallgató. Ezen kívül a tók körülbelül még kétszer engedi, hogy feltöltsd ezt a két fülhallgatót. Tehát összesen olyan 6 órát tudod használni. És ez nekem például, mert én sokat hallgatok zenét, ez nekem túl kevés. De még egy jó pont van benne egyébként, az pedig az, hogy bizonyos mértékig vízálló. Tehát ezt ne úgy értsétek, hogy a vízbe bedobjátok, és akkor az működni fog továbbra is. Nem, hanem például egy megázásnál, hogyha az esőbe, fületbe van, akkor nem fog áramlani, illetve hogyha zuhanyzol, akkor semmi baj nem lesz. Próbáltam, teszteltem, működik, semmi baj nincs vele. Termékre egyébként azt hiszem egy év garancia jár, ha Blitzwolftól veszed, vagy bármelyik más kereskedőtől. Itt Magyarországon az ára az körülbelül olyan 13.000 forint, ami nem tudom, hogy kinek éri meg, vagy kinek nem. Igazából én mondom, ezen a hátrányon kívül semmi más nem tudok felhozni. Kényelmesnek kényelmes, bár mondjuk az alap gyári harangok nem voltak nekem eléggé megfelelőek, így kicseréltem a Sennheisernek a harangjára, mert nekem sokkal kényelmesebb volt, egyébként szilikon harang volt a Blitzwolfhoz, és ilyen nagyon vékony kis gyengék voltak. Úgyhogy szerintem amit akartam, azt elmondtam róla, a magas hangokat nagyon nem szereti kiadni, nem tudja, mert kicsit olyan fura. De mondom, azon kívül teljesen jó. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. A következő videóban egy újabb terméket fogok nektek bemutatni, ami valószínűleg Razer Digital Derelite egér, de hamarosan kiderül. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogyha megnézted ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, illetve iratkozz fel a csatornámra, hiszen ezzel támogatsz engem. És hamarosan találkozunk majd a következő videóban, és elkészítem nektek a következő termékbemutatót. Sziasztok!